Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Dudás Lajos vagyok, és a kockában vetve mai epizódjában folytatjuk a Spiel des Jahres győztes játékos bemutatását, mégpedig 2003-tól. ban egy olyan játék nyerte a Spiel des Jahres díjat, amihez nem volt szükségem forgatókönyvet írni. Itt van mögöttem a polcon a játék, és nagyon szeretem, és ez nem más, mint az Alhambra. Az Alhambra, mint azóta minden lapka elhelyezős játék, a Carcassonne által felvázolt alapokra épít rá, és tesz hozzá pluszokat. Szerintem nagyon jól. Az alaplapka elhelyezéshez két jelentős változást hoz be a játék. Az egyik, hogy a lapkákat nem húzzuk és nem kapjuk, hanem pénzért kell vennünk, vannak a játékhoz pénzkártyák. Többet vagy ugyanannyit fizethetünk egy lapkáért, kevesebbet nem. Ha pont annyit fizetünk egy lapkáért, mint amennyi az ára, akkor újra mi jövünk. Ha a következő akciónkkal megint lapkát vásárolunk és megint pontosan fizetünk, megint mi jövünk, effektíve a játékosoknak lehetőségük van arra, hogy egy körükben akár 5 akciót is csináljanak, megvegyék pontosára mind a 4 lapkát és húzzanak pénzt. A másik érdekesség ugye, hogy az alambránkat, az erődünket egy szökőkút köré építjük. Különböző színű, különböző típusú lapkák vannak a játékban, ezek minél ritkábbak, annál több pontot érnek a pontozásokkor, viszont minden lapkán lehetnek a különböző szélein falak. És a lapkákat csak úgy helyezhetjük el, hogyha lehelyeztük őket, akkor vissza tudjuk vezetni az utat a többi lapkán keresztül akadálymentesen a szökőkúthoz. A játék közben 2, a játék végén 1 pontozási fázis van, és a játékot az nyeri, akinek a legtöbb pontja van, ez egy euró játék, nagyon szépen van megvalósítva, szerintem jól adja vissza a hangulatot is, de alapjában jövő a játék arról szól, hogy adjunk valami pluszt a lapka elhelyezéshez. 2003-ban az Alhambra nyerte a Spiel des Jahres díjat. A 2002-es Spiel des Jahres győztes játékhoz viszont már szükségem van forgatókönyvre, ugyanis nem ismertem, mielőtt elkezdtem ezt a forgatókönyvet összeállítani, és ez a Villa Paletti. A Villa Paletti egy ügyességi játék, időben visszafele haladva 2018-tól szerintem ez az első ügyességi játék, ami Spiel des Jahrest nyert, nekem ez egy kicsit furcsa. A játékban különböző alakú és pontokat érő oszlopokat kell egyre feljebb és feljebb elhelyeznünk egy épülő villában. A már beépített oszlopokat lehetőségünk van kivenni és feljebb rakni magasabb szintekre, de ezt úgy kell megtennünk a kezünkkel vagy a játékhoz adott kampóval, hogy a kezünk vagy a kampó ne érjen hozzá más oszlophoz, különben elbukjuk a körünket. A játékot 3 módon lehet játszani, vagy kockával dobunk, hogy mit vehetünk ki, vagy a játék elején minden játékosnak adunk egy szint, és csak az olyan színű oszlopokat veheti ki, vagy bárki kivert bármilyen oszlopot. Minden játékos 2 akció közül választhat, vagy kivesz és feljebb tesz egy oszlopot, vagy elhelyez egy új emeletet a villára, és megpróbálhat kivenni egy oszlopot valamelyik alacsonyabb szintről. Ha valaki megpróbál új emeletet tenni a toronyra, akkor a többi játékos kihívást intézhet hozzá, és elvehetik a körét, és így a kihívást intéző játékos próbálhat kivenni oszlopot, és feljebb helyezni az aktív játékos helyet. Ha senki nem hívja ki, csak akkor helyezhet új szintet a toronyra. A szinteknek egyre kisebb a mérete, különböző színeik vannak, és megvan, hogy milyen sorrendben helyezzük fel a villára. Miután elhelyeztük a zöld emeletet, megindul a verseny az építészmesteri címért. Az a játékos, aki először helyez oszlopot a zöld emeletre, megkapja a jelölőt, a építészmesteri jelölőt. Ha valaki több pontot szerez, átveszi a mesteri címet. Ha új szintet helyezünk el,
akkor az építészmesteri cím szempontjából a korábbi szintpontjai elvesznek. A játéknak akkor van vége, hogyha a villa összeomlik, vagy ha a játékosok nem tudnak több oszlopot mozgatni. Az nyer, akinél a mesterépítész kitüntetés van, kivéve ha ő döntötte le a villát, mert akkor a mesteri cím előző tulajdonosa nyer. 2002-ben a Villa Paletti nyerte a Spiel des Jahres díjat. A 2001-es győztes megint egy olyan játék, amihez nincs szükségem forgatókönyvre. Az Alhambra kapcsán már emlegettük, szerintem egy legalább akkora hatású játék a társasjátékok világára, mint a Catan, és ez nem más, mint a Carcassonne. 22 lapkát a zsákból, és kezd el építeni Carcassonne középkori városát. Mint minden lapka elhelyezős játékban, az alapszabály ugyanaz, útnak úttal, városnak várossal, tengernek tengerrel, más játékokban, szántóföldnek szántófölddel, tehát úgy kell helyezni a lapkánkat, hogy az oldalai grafikusan és szabálytechnikailag olyan más lapkákkal érintkezzenek, amin hasonló oldal van. Ugye utakat és városokat építünk, a munkásainkat elhelyezhetjük az utakra, a városokra, de a mezőkre is. A különbség az, hogy az utakra és a városokra, vagy a kolostorokra elhelyezett munkásokat visszakapjuk, hogyha az adott városkolostort utat befejeztük. A mezőn lévő játékos viszont a játék végén nem kapjuk vissza, viszont a játék végén annyiszor 3 pontot fog érni, hogyha az adott mezőn nekünk van az egyetlen vagy a legtöbb munkásunk, amennyi város szomszédosával, befejezett város szomszédosával a mezővel szorozva 5-tel. A játékhoz rengeteg kiegészítő van, ezek jobbnál jobb egy-egy plusz új szabályváltozatot hoznak be, ami körülbelül 5 perc alatt megtanulható, az alapjáték szerintem körülbelül 3 perc alatt megtanulható. Mi próbáltuk a dobozra írt korhatárnál kisebb gyerekekkel is játszani, és apró módosításokkal, de sikerült, élvezték. Szerintem legalább egy olyan meghatározó alapjáték a társasjátékos világnak, mint mondjuk a Catan vagy a Ticket to Ride. A 2001-es Spiel des Jahres győztes Carcassonne. A 2000-es Spiel győzteshez megint előveszem a forgatókönyvemet, és ezt a játékot sem ismerem, és ez nem más, mint a Torres. A Torresben kastélyokat építünk a lovagjainknak. A játék évekből áll, minden évben adott számú kördel, minden körben 5 akciópontunk van, amiből új lovagokat helyezhetünk a táblára, mozgathatjuk azokat, akik már fent vannak, építhetjük a kastélyunkat, húzhatunk és kiászhatunk akciókártyákat, vagy növelhetjük a pontjaink számát. A játék elején mindenki elhelyez egy lovagot a táblán, és elhelyezzük a semleges király bábút is. Minden évben adott mennyiségű és magasságú kastélyblokkokat kapunk. A célunk, hogy a kastélyunk minél nagyobb és magasabb legyen, és a lovagjaink minél magasabban helyezkedjenek el rajtuk. Az évek végén pontokat kapunk minden kastély, ahol van egy vagy több lovagunk. Ha több lovagunk van, akkor is csak egyszer kapunk pontot a kastélyért. Viszont egy kastélyért több játékos is kaphat pontot, hogyha összeépülnek a kastélyok, ha van ott lovagjuk. Minden kastélyért annyi pontot kapunk, amennyi a kastély területe, tehát az alapterülete ahány mezőt lefed, szorozva a lovagunk magassági szintjével. Tehát ha a lovagunk a 2. szinten áll és a kastély 4 kockát foglal el a táblán, akkor 8 pontot kapunk. Akinek van lovagja a király várában, az bónuszpontokat kap. A játék a 3. év végén ér véget, a pontozás után, és aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az nyeri a játékot. 2000-ben a Torres nyerte a Spiel des Jahrest. Az 1999-es győztest ismerem, de nagyon keveset játszottam bele ahhoz, hogy forgatókönyv nélkül nyilatkozzak róla, és ez nem más, mint a Tikal. A Tikal egy akciópont alapú játék, amiben a játékosok régészként tárják fel a közép-amerikai dzsungelt, maja emlékek után kutatva. Egy hexákra osztott táblára helyezünk el különböző típusú lapkákat, majd 10 akciópontból gazdálkodik minden játékos a saját körében. Ezekből mozoghatunk, új felfedezőket hozhatunk a játékba, feltárhatunk templomokat, kincseket áshatunk ki, vagy cserélhetünk, előre tolt tábort alapíthatunk, vagy őröket tehetünk a templomokba.
Ha vulkánlapkát húzunk, akkor mindenki végrehajt egy kört, majd pontokat kapunk az általunk birtokolt templomokért, a templomok értékének megfelelő számú pontot, a kincsekért pedig annál többet, minél többel rendelkezünk egy fajtából. A játéknak akkor van vége, hogyha elfogytak a lapkák, ugyanúgy mindenkinek van még egy köre, mint a vulkánoknál, és aki a legtöbb pontot gyűjtötte, az nyeri a játékot. 1999-ben a Tikal nyerte a Spiel des Jahres díjat. Az 1998-as győztes Elfenland szintén ismeretlen számomra, egy versenyjáték, amiben a játékosok ifjú elfjeiket utaztatják végig az elfek földjén, minél több város meglátogatva. A játéktábla ábrázolja elfföldet, ahol elf alföldek, erdők, sivatagok, hegyek és folyók találhatók. A játékosok 7 különböző viccesebbnél viccesebb közlekedési eszközt használhatnak, amelyek bizonyos terepeken gyorsabb vagy lassabb haladást tesznek lehetővé, bizonyos közlekedési eszközök adott terepeken pedig nem is használhatók. A játékosok a körök elején utazási kártyákat és utazási tokeneket kapnak, mindkettőn ugyanazok a közlekedési eszközök vannak. Ezután minden játékos egyesével elhelyezi az utazási tokeneket a még szabad utakon, és ez addig folytatódik, míg mindenki nem passzol. Tokeneket csak olyan utakra lehet tenni, ami az adott közlekedési eszköz egyáltalán tud közlekedni. Ezek után az elfek elindulnak, minden olyan út használható, amin van utazási token. Bárki tette is azt oda, tehát nem csak a sajátunkat használhatjuk. Ahhoz, hogy egy utat használhassunk, olyan utazási kártyákat kell eldobnunk a kezünkből, ami megegyezik az utazási tokennel. Például, ha elf cikli van a mezei úton, akkor elf cikli kártyát kell kijátszanunk. Ha nem optimális a terep, van rajta akadály, vagy folyás irányjal elnézést szemben akarunk haladni, akkor nem egy, hanem akár 2, 3 vagy 4 utazási kártyát is el kell dobnunk. Ha egy olyan városon haladunk át, vagy állunk meg, ahol még nem voltunk, megkapjuk a jelölünket arról a városról. Ha nincs megfelelő utazási kártyánk az úthoz, akkor három bármely ilyen kártya helyettesítheti a megfelelő közlekedési eszközt. A játékot 4 kör végén az nyeri, aki a legtöbb városba eljutott. 1998-ban az Elfenland nyerte a Spiel des Jahrest. Az 1997-es győztes Mississippi Queen szintén egy versenyjáték, amiben gőzhajókkal versenyzünk a Mississippin. A játékban nagyon minimális a szerencse szerepe, és ez versenyjátékoknál fölöttébb ritka, és nekem is szimpatikus, bár nem ismerem a játékot annyira. Minden hajónak van 2 kereke, tehát ahol a lapátkerekek lennének, ezek 1-6-ig be vannak számozva, a piros jelöli a hajó sebességét, a fekete pedig a szénkészletet, ami minden játékosnál 6 szénről indul. A kiinduló lapkára elhelyezzük a hajóinkat, ehhez csatolunk még egy lapkát, és indulhat a verseny. A játékosok a körükben változtathatják a hajójuk sebességét, majd le kell kötelezően mozogniuk az adott sebességet. Ha nem változtatjuk a hajó sebességét, vagy csak egyel növeljük, vagy egyel csökkentjük, az ingyen van, minden további sebességváltoztatás egy szénbe kerül. Ha elfogy a szenünk, és később szükségünk lenne szénre, akkor kiesünk a játékból. Alapesetben csak előre mozoghatunk, körönként egy 60 fokos, tehát ugye hexákon mozgunk, egy oldalnyi fordulás ingyen van, minden további 60 fok egy szénbe kerül. A hajók léphetnek olyan mezőre is, ahol van már hajó, ilyenkor plusz egy mozgáspontért el lehet azt onnan tolni. Ha a hajónk szárazföldre kerül, akkor kiesünk a játékból. Ha elérjük a legutolsó lapkát, ami fel van rakva, akkor egy kockadobással, ami nagyjából csak azt határozza meg, hogy merre fog menni tovább a folyó, felrakjuk a következőt az adott szabályok szerint. És aki először éri el az utolsó lapkán a mólót, az nyeri a játékot. A teljes játékos módban viszont csak úgy lehet nyerni, ha útközben felveszünk 2 utast. Minden mólóval rendelkező helyre rakni kell utast, és a játékosok csak akkor vehetik fel az utasokat, hogyha a mólóhoz a hajójuk 1-es sebességgel érkezik. Ilyenkor a játék céljába is csak 1-es sebességgel lehet érkezni, ugyanis a tanuló játékban túlmozoghatunk, tehát
az az egyetlen lépés, amikor beérünk a célba, hogy nem baj, hogyha lenne még mozgásunk, az nem számít. Viszont a teljes játékmódba egyes sebességgel kell érkezni oda is. Egy versenyjáték, a játékot az nyeri, aki először ér be a célba. 1997-ben a Mississippi Queen nyerte a Spiel des Jahres játékot. Az 1996-os győztes játék szintén egy nagyon-nagyon nagy hatású játék, amit ismerek, de én nem igazán kedvelem. Ha a Carcassonne a lapkölehezős játékok öreg anyja, akkor az El Grande a területfoglalós játékok egyik öreg apja. A játékban a játékosok a középkori Spanyolország különböző tartományaiban igyekeznek többségi befolyást szerezni, a játékosok lovagokat helyeznek el a táblán, és pontszerző körökben kapnak győzelmi pontokat a területek alapján. A játék elején elhelyezzük a királyt az egyik tartományba, majd minden játékosnak sorsunk egy saját tartományt, egy hazai tartományt. Felrakjuk a táblára a kastélyt is, a kastély olyan, mint egy kocka torony, de nem jönnek ki belőle a lovagok, a tókene, a munkások. Ezek után minden játékos elhelyez két lovagot a saját tartományába, és kap hetet az udvarába, amik felkerülhetnek a táblára. A többi a tartalék. Minden játékos kap hatalomkártyákat, amivel meghatározhatják minden körben a kezdeményezési sorrendet. Megkeverjük az öt akciókártyapaklit, miután a kör elején mindenki választott hatalomkártyát, mindenki kap a tartalékból az udvarában annyi lovagot, amennyi a hatalomkártyáján van. Ez úgy van, hogy minél előbb fogunk cselekedni, annál kevesebb lovagot kapunk, viszont minél később, annál több lovagot kapunk. És ugye csak azokat a lovagokat tudjuk felhelyezni a táblára, amik az udvarunkban vannak. A kört az a játékos kezdi, aki a legnagyobb értékű hatalomkártyát választotta, kiválaszt egy akciókártyát, és tetszőleges sorrendben végrehajtja az akciókártya akcióját, vagy felrak a táblára annyi lovagot, amennyi az akciókártyán szerepel. A felhelyezésnek vannak szabályai, nem kerülhet lovag oda, ahol épp a király van, csak a vele szomszédos tartományokba vagy a kastélyba. A 3., 6. és 9. kör után pontozás van, mindenki titokban választ egy régiót, amiben a kastélyba beledobott lovagjai mennek, majd pontokat kapnak magában a kastélyban is először a többségért, ezek után a kastélyban lévő lovagok kimennek a kiválasztott tartományba, és értékeljük a tartományokat is. Akinek a legtöbb lovagja van a király tartományán, az bónuszpontot kap, mint az is, akinek a legtöbb lovagja van a saját tartományában. A játékot az nyeri, akinek adott kör végén több játékmód van, a legtöbb pontja van. 1996-ban az El Grande nyerte a Spiel des Jahres díjat. Az 1995-ös Spiel des Jahres győztesről szerintem mindenki hallott, el sincs szükségem szerencsére forgatókönyvre. Ebben a játékkal kezdődött meg a nagy társasjáték forradalom. Ebben a játékkal töltek be a német típusú vagy euró típusú társasjátékok a világpiacra és az amerikai piacra. És ez nem más, mint annak idején Catan telepesei, most már csak Catan. A Catannak nincs olyan státusz, a negatív státusz, mint a Monopolynak, de egyre inkább mindenki kezdi lesajnálni a nagy öreget. Én még tavaly is, idén is, amikor előkerült, élveztem a játékot. Kirakunk egy szigetet, Catan szigetét, ha olyan változatban van meg nekünk a játék, mert 95 óta rengeteg változatban jelent meg. Hexákból kirakunk egy szigetet, minden szigethez hozzárendelünk egy számot, és minden hexához, és a hexák különböző dolgokat termelnek. Fát, téglát, követ, birkát, búzát. És a célunk az, hogy Catan szigetén utakat, településeket és városokat építsünk. És ezekhez van szükségünk nyersanyagra. Minden játékos a kör elején dob két K6-tal, két hatódó kockával. Ez mondja meg, hogy melyik mező aktivizálódik, és minden olyan játékos, akinek ennek a mezőnek a sarkain hexákról beszélünk, van települése, vagy városa, az kap nyersanyagokat. Ha hetes dobunk, akkor a sivatagból elindulnak a rablók, és lehetőségünk van ráúszítani őt más játékosokra. Miután termékeket kapott az aktív játékos, aki dobott a kockával, lehetősége van építeni, a többi játékossal csereberélni, fejlesztéskártyákat venni, és a játéknak akkor van vége, hogyha valaki eléri a 10 győzelmi pontot.
rengeteg kiegészítő jelent, meg magához az alap Katanhoz is. Tengeri utazók, lovagok és rabló, tehát 5-6 játékos rengeteg, amit csak el tudunk képzelni. Nagyon, ugyanúgy, mint a Carcassonne-ban vagy a Ticket to Ride-ban, ezek egy-egy új mechanizmus, tematikus mechanizmust hoznak be, nem túl nehéz őket megtanulni. Viszont, ami engem már nem érdekel, de abszolút el kell mondani a Katannál, hogy rengeteg alapváltozata is jelent meg a Katannak, tehát rengeteg Katan változat, nem kiegészítő van. Star Trek Katan, Star Wars Katan, Trónokharca, vagy éjjeli Night Watch Katan, Katan, van egy sorozat, ami ilyen földrajzi helyekhez kapcsolódik, nem is tudom mi a címe, de van belőle Katan Németország, tehát nagyon sok tematikus új alapjáték jelent meg. Ezek egy némelyike messze pozitív értelemben messze összetettebb és komolyabb, mint az alap Katán, de szerintem a mai napig mindegyik változata, akár csak egy alap Katán is megállja a helyét. Azt nem mondom, hogy az idő nem látszik meg rajta, de a mai napig megállja a helyét az 1995-ös Spiel des Jahres győztes, a Katán. Nagyon szépen köszönöm a mai figyelmeteket, Dudás Lajos vagyok, ez a Kocka el van vetve. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok!